Nagyon sok szeretettel köszöntöm Solti Jánost. Én is üdvözöllek, és a hallgatókat is. Ez Devszky Vasvári néven jelent meg egy lemez, egy lengyel jazzhegedűssel. Nagyon sokfajta muzsikát fogunk hallani, ami azt is jelzi, hogy te hihetetlen sok műfajban működtél és működsz közre. Szinte nincsenek műfaji határok, ami nem kis dolog, mert... Aidát még nem doboltam. Egyébként jutott szembe egy történet, bocsáss meg, ez nagyon passzol, amikor szegény Orszátszky Jacky itt volt, nem sokkal halála előtt, és ültünk egy asztalatot a kőszegényre, együtt ugye játszunk, és a Jacky eljött minket meghallgatni, és ott beszélgettünk, és mondtam a Jackynek, hogy hallom, hogy Sydneyben az Operaházban csináltál egy pár klassz bulit, ott van egy kisebb terem is, és ott egy ilyen koncertsortot csinált az Orszátszky Jacky, és én megszállt a kőszegényre. Igen, azt mondja, engem is hívtak a Turándotba egy dobszóra, de hát sajnos nem értem, annyira sajnáltam. Igen, nagyon, az Imre nagyon jellemző. Bocsáss meg, ez a kitörőid most erről eszembe jutott az Aidáról. Visszatérve rád, ugye téged azt hiszem, hogy a nagy közönség elsősorban a Lokomotív gépében ismert persze, meg. Persze. Azzal együtt, hogy rengeteg nagy bandában játszottál, úgy jazz, mint rockzenével, a Hobo Blues Bandtől a Tátrai Bandig, stb. De hát azt hiszem, hogy a Lokomotív GT azért az egy meghatározó időszak volt mindenféleképpen. De amíg oda eljutottunk, szeretném, hogy egy picit arról mesélnél, hogy hogyan lettél dobos. Hogy egyáltalán milyen családi háttér vett téged körül, hogy ez a vágyad kiteljesedhetett, hogy te dobolhass. Hát nálunk senki nem volt muzsikus, de hát ilyen nagyon zeneszerető népek voltak a szüleim, és hát azt úgy akarták, hogy én azért a zenében egy kicsit otthonosabban mozogjak. Hát ez sikerült. Hát kop, hál' Isten. Úgyhogy már élből zenei óvodába jártam, meg zenei általánosba hegedültem. Ugye az iskolának volt egy énekara, ott énekeltem, akármilyen hihetetlennek is tűnik. És aztán, hogy ezből hogyan lett dobolás, megmondom őszintén, hogy nem is nagyon emlékszem rá. Mert volt egy, ugye minden, akkoriban mindenki csinált egy zenekart, és mi is az a társaságot, akik az utcasarkon összeálltunk, mi is persze zenekart csináltunk, amivel úgy indultunk rögtön, hogy hát ugye egy zenekarnak kell felszerelés, hogy elkezdtünk pénzbe focizni, és akkor amit nyertünk, mert szerencsére jó fociztunk, amit nyertünk, abból vettünk egy erősítőt. És akkor jött a sorshúzás, mert mindenki gitáros akar lenni, természetesen már az elől gitározik és sztár, és aratja a babérokat. És akkor innen már homályos nekem, hogy lettem dobos, de hát nyilván úgy, hogy túl sokan jelentkeztünk ugyan arra a posztra. Viszont a legdrágább cuccot neked kellett megvenni, vagy én visszaemlékszem ezre a tínédzser éveimre, azért, amit a legnehezebben tudtunk beszerezni, az egy dobszerkó volt. Igen, nehéz volt. Pláne hát jó hangszerhez nehéz volt hozzájutni, ugye a szép emlékű triálnál lehetett kapni mindenféle hát ilyen közepes dobokat, és akinek volt szerencséje, meg volt olyan ismerőse, hogy mondjuk vendéglátós muzsikus, volt kint, akkor én egy barátomat kértem meg, vagy illetve ilyen áttételesen barátomat, hogy hozzon nekem egy dobot, és akkor mindenki Ludwigon akart játszani, mert az meg nem tudom, micsoda. És akkor volt az üveg Ludwig, amilyen átlátszott, nagy szám volt. Igen, nagy szám volt, persze. Én megmondom őszintén, hogy én nekem a kedvencem, szóval volt egy pillanat, amikor a dobolás valóban nagyon-nagyon elkezdett izgatni. Én szuplafonon lehetett kapni, szuplafon, az cseh lemezcég volt, lehetett kapni ilyen jazz lemezeket, és én megvettem a Miles című, Miles Davis lemezt, amely a Tony Williams dobolt, és meghallgattam, és azt mondtam, hogy na, hát ez az, ami érdekel engem. És hát a Tony Williams Gretsch sem dobolt, úgyhogy innen teljesen logikusan jött a következtetés, hogy akkor nekem Gretsch dob kell. És akkor ez váltott zenei stílusban is ott fiatalkor, majd elkezdtél jazzzel foglalkozni, és inkább jazzes bandákba dobolni? Engem elsősorban az érdekelt az a fajta műfaj, de hát az akkor nem volt egy olyan nagyon nagy konzt, ugye, mert eleve az avantgárd zene az jóval népszerűbb volt, mint manapság, ugye hát akkor jött fel a Blood Sweat and Tears, meg nem tudom micsoda, tehát úgy elkezdődött ez a közös mozgolódás, meg az egymás felé közelítése a jazznek, meg a rockzenének. Szóval ez akkor ez egy népszerű dolog volt, nem olyan, hát mondjam úgy, hogy periférikus, mint manapság. Aha, és volt esetleg olyan zenekar itt az elején, amiben már olyan tagok voltak, akiket esetleg ilyen későbbiekben megismertünk? Igen, csináltunk egy zenekart, az volt a neve, hogy Teátrum. Igen, az még nagyon akkor még középiskolás voltam, hát nem csak én, még többen.
Hát abból mondjuk, hogy ismerős azért hát többen voltak. A Grünwald, aki hát ugye Svájcban egy elég vezető szaxofonos, uh-huh. de egyébként ő a Westdeutscher Rundfunk Big Bandjének a szólistája. Akkor a DVD-ken például lehet látni, a Joe Zawinul játszik uh-huh. meg tudom, van a Randy Brecker, Michael Brecker féle társaság, azokkal is. Komoly emberek. Igen, az ongorista az egy nagyon komoly ember lett Németországban, hát elszeleltek, meg kell, hogy mondjam. A Kántor Peti, az Norvégiában szintén ilyen nagy menő szaxofonos. Uh-huh. A basszusgitáros, őt azért feltétlenül meg kell említenem, mert hogy mi ketten csináltuk a zenekart igazából. Uh-huh. Ő a Dandó Péter volt. Aki hát Isten nyugasztalja, meghalt nem olyan régen. És hát aztán régen. Olyan zenekarokban játszott, mint a Saturnus példás. Így tehát van, meghatározó egyénisége lett a magyar jazz életnek basszusgitáron. Ő már ugye utána az első volt, aki ezt a Pastorius zsánert játszotta, úgyhogy egy fantasztikus figura volt. Amikor életem első profi zenekarába eljut a közönség, egyébként ő volt a basszusgitár, és nagyon szép emlékeket őzökről, nem csak zeneileg, hanem emberileg is. Egy fantasztikusan kedves és jó fejember volt. Ebben az időben autodidakta módon tanultál dobolni kizárólag, vagy valamilyen fajta iskolai rendszerben is? Miután én eleve ugye tanároktól tanultam, amikor zenéltem, úgyhogy megmondom őszintén, hogy meg se fordult a fejemben, hogy én autodidakta módon tanuljak. Eltekintve az első egy évtől, amíg ugye egy lemezjátszó hátulján csörömpöltem meg a fűtőtesten, meg a szokás szerint fazekakon, meg ilyeneken, de rögtön tanárhoz mentem aztán, de az első adandó alkalommal. És kik voltak, akik tanítottak? Hát ez egy nagyon érdekes történet. A nevelőpapám az a Párizsi cukrászdában járt, ahol ugye hétvégenként mindig egy illusztris társaság gyűlt össze, és többek között oda járt az Orlai Csepi is, aki ugye a uh-huh. Csepi zenekarnak volt nagy hírű dobosai zenekarvezetője, és elvitt az egyik hétvégén magával a kávéházba, és megkérte a Csepi bácsit, hogy próbáljon ki engem. Hát akkor tapsolthatott az asztalra, meg blablabla, ilyesmi, és utána beajánlott a Portik Ivánhoz az OSK stúdióba. Úgyhogy én az Ivánnal kezdtem, és utána ő pedig továbbadott a Kovács Gyulának. De ez már a jazz tanszakon volt. Igen, igen. Neki ugye Kovács Gyula megint csak egy legendás figurája hát volt. Igen, szegény. Úgy a humora. Ez már a te idődben is volt, hogy ugye én úgy tudom, hogy ő kézzel írta a kottát, különböző színű tollakkal a növendéket. Így van, fantasztikus. Én megmondom őszintén, hogy szóval gyönyörű kottákat csinált, és ott helyben alkott. Tehát mi ugye többen vagyunk, akik még azért ismerjük egymást, abból a korosztályból a Németh Gabi, Pálmai Zoli, és már úgy összehasonlít a Herpai Sándor. Összehasonlítgattuk a kottáinkat, ugye eltekintve a technikai gyakorlatoktól, ami hát adott, az egyéb ilyen nagyon muzikális olvasó gyakorlatait soha nem írta ugyanazt, semmikor. És úgy tudom, hogy ő ilyen mondókákat is adott a ritmus képletekhez, mint a sísapka, sísapka, meg mennek a majmok. Igen, fantasztikus. Tehát ahogy is egy elképesztő, fantasztikus pali volt. Én még szóval, az osztálytárs, Jetsonszokon osztálytársának a Gyula bácsi által írt dobfüzetre fölírt az elsőre egy szigorúan titkos védett. Így van, igen. Hihetetlen figura volt. És egy picit ugrunk az időben, amiatt, hogy igen. Most a Lokomotív GT-től fog meghallgatni a számot, és nem is akármelyik lemezről, mert tulajdonképpen, hogyha a Lokomotív GT-nek ugye veszük azt az időszakát, amikor folyamatosan dolgozott, mint rockzenekar, 85-ig talán, ez volt gyakorlatilag ugye az utolsó lemezetek a bizonyos angliai út után, amit kint csináltatok, amiről majd most fogunk beszélni, csak ezt muszáj vagyok hozzá mondani, hogy miért érdekes ez a szám, amit most hallunk, ez az Éjszakai Vonatozás című szám. Tehát ez az utolsó, ez az Ellenfél nélkül című lemezről való, ami után tulajdonképpen a hétköznapi munkát gyakorlatilag az LGT befejezte. Muszáj vagyok emiatt most egy picit ugrálni az időbe. Te hogyan emlékszel vissza ennek a lemeznek az elkészültére, majd ennek a további sorsára? Tehát ami miatt tulajdonképpen kvázi abba hagytátok akkor. Hát mi ezt a lemezt nagyon nagy elánnal és nagyon nagy rákészüléssel csináltuk, és olyan, hogy elég sokáig vacakoltunk a stúdióban, szóval
és úgy éreztük, hogy egy kifejezetten nagyon-nagyon jó lemez. Hát az is. Ezt az így utólag is elmutatja. Most már mondhatjuk, de akkor mégsem ez volt a vízhang, hanem hát ugye volt az az egy darab lemezgyár, aki kiadta, ott is egy kicsikét fanyalogtak. A szakma, ugye az általában úgy van, többen mondanak, vagy sokan mondtak kritikát úgy, hogy anélkül, hogy meghallgatták volna a lemezt. Tehát ők meghallották a lemez címét, és azt mondták, ellenfél nélkül, új, de gizdák ezek már, mi az, hogy ellenfél nélkül, ők a legjobbak. De hát persze, hogyha az ember meghallgatja azt a címadó számot, az még véletlenül sem erről abszolút szól. Abszolút nem. Sőt, pont arról szól, hogy ez az ideális állapot, amikor nincsenek ellenfelek. Hát pont erről szól, de említettük, hogy ezen a lemezen 24 sávon csak dobok voltak. Igen. Hát nem voltak boldogok a többiek, de ugye akkor jött ez a nagyon sok elektromos ketyere divadon, meg egyáltalán hozzá lehetett férni. És én kapva kaptam az alkalmat, mert megmondom őszintén, hogy mindig úgy voltam, hogy ha jön egy ilyen új dolog, ugye akkor a dobosok nagyon elutasították ezt az egész dobgépet, meg mit tudom én, úgy általában persze. De úgy sincs velem mit csinálni, és akkor már az a legjobb, hogy az ember megtanulja kezelni, mert én biztos, hogy másképp fogok programozni egy dobgépet, mint mondjuk egy zongorista. Hát ráadásul te már akkor azt csináltad, ami után egyébként nagyon nagy divet, akár a Chick Corea-nál is, hogy keverted. Tehát, hogy bizonyos grúvok, bizonyos ritmusok jöttek a beprogramozott elektromos dolgokról, és te hozzá doboltál. Igen. Egyébként ez lett a jövő. Hát amikor Igen. a Chick Corea itt volt Electric Band, a Dave Eccles ezt csinálta, Igen. és ájúldoztunk rajta. Igen. Tehát Igen. ez abszolút... Hát ebben még egy olyan dobot is használtam, amit a Metal nevű cég csinált, amelyik a Barbie babát készítette. Ez ilyen négy darab kis padocska volt, csak sajnos nem volt rózsaszín, mert azért az lett volna. Az lett volna az igaz, igen. Most akkor visszaugrunk ugye az időben, most emiatt kénytelen voltam egyet egy picit lépni, hogy ez a számot fel tudjuk konferálni. Tehát ott hagytuk abba a pályádat, hogy ugye a jazz tanszakra bekerültél, és akkor azt a teátrum együttes azt végérte, vagy ott azért a jazz tanszakon már jöttek olyan... Én már a középiskolás koromban is voltak gondjaim a zenekarral, mert ugye ahhoz képest, hogy milyen jegyeim voltak, ahhoz képest ugye hát az volt az érettségi időszaka. Tehát ha nagyon rossz jegyeim voltak, akkor kilőptem a zenekarból, hogy érettségiznem kell, ha megint hoztam 2 5-est, akkor mindjárt visszakérezkedtem, hogy hagyj játszok. Úgyhogy én a teátrumban igazából talán másfél vagy 2 év alatt 3-szor voltam a zenekarban. És aztán jazz tanszak alatt, akkor csak jazz, akkor teljesen ezt a fúziós, kicsit rockos világot elfelejtetted, vagy azért játszottál akkor is ilyen rockosabb dolgokat? Hát nagyon is játszottam rockosabb dolgokat, mert akkor elkezdtem játszani ilyen popzenekarban, nevezetesen Non-Stop együttesben. Ez egy nagyon jó nevű banda volt. Az akkor. A jó nevű zenekar volt, csak ugye az volt a nagyon nagy gond, hogy hát egyrészt az iskolában nem nézték jó szemmel különösebben. És úgy tudom, hogy mintha akkor lett is volna még egy szabály, hogy nem is volt nagyon szabad hakni. Igen, de hát azért elnézték egy darabig. Uh-huh. Elnézték, aztán kidobtak. A jazz tanszakra? Igen. Akkor mennyi ideig jártál oda? 2 évig. És kidobtak emiatt, hogy játszottál? Nem, emiatt, hát nyilván sokat hiányoztam, szóval, uh-huh. A mai eszemmel teljesen érthető és logikus dolog, uh-huh. miután én is tanítok, hogy azért az iskola azért van, hogy oda bejárjon a növendék. Uh-huh. Természetesen én dobórákra elmentem szigorúan, meg úgy általában ott voltam, de hogyha mondjuk ha nagyon fáradt voltam, hajnalba értem haza, akkor logikusan nem mentem be. És gondolom, ezekből valószínűleg a legnagyobb súly az volt, amikor Gonda János az igazgató óráira nem jutottál be esetleg, mert ugye ilyen visszaemlékszem, a kirúgások azok általában ebből adódtak. Igen, ebben a szempontból illusztrius társaságban vagyok, a Lakatos Tolival, meg sokan másokkal együtt, de azt kell mondjam, hogy egyrészt igaza volt, gondatlanul beívatott, és azt mondta, hogy nézze János, hát ez egy iskola. Ide tök nem érdekes, hogy maga milyen tehetséges, be kell járni. Uh-huh. És mondtam, hogy én csak így tudom csinálni. Hát azt mondja, akkor ne haragudjam. Uh-huh. Kikkel jártál egyébként egy osztályon? Egy évfolyamba? Hát az egy elég komoly évfolyam volt azok ottan. Németh Gabi, a Lerpisti, Dés, Gőz, Rátonyi Robi, Bontovics Kati. És a Non-Stopból aztán hogyan vezetett tovább az út? Azt gondolom, akkor már gyakorlatilag egy megélhetés biztosított. Hát én nekem a megélhetésre soha nem kellett szerencsére odafigyelnem, hát soha. Akkoriban nem kell még ifjúkoromban, mert a szüleim eltartottak, mert elég jó szituáltak voltak, tehát ilyen probléma nem volt. De a becsvágy az hajtott azért szó sem róla nagyon.
a non-stopból elüktök a generálba, és mondjuk ott már tényleg olyan volt a csapat, hogy az nem lehetett azt mondani, hogy nem. Uh-huh. Tehát egy ilyen zenekarban Tátrai, Charlie, Novai, Várkonyi Matyi, Póta Andris, én hát nyilván elmentem, pékszerűen. Hát az gyakorlatilag az már ugye egy olyan zenekar volt, ami igazán sztárzenekar. Non-stop egy nagyon ismert együttes volt, igen. Én is hallottam, stb. De mondjuk nem tudnék egy számot mondani, ami mondjuk a Non-stophoz kötődik, és ez nem kritika a részemről, ez egyszerűen tény megállapítás. Viszont a generál ugye az effektív egy sztár együttes volt. Slágerekkel, ahogy a nagykönyvben elő van írva. Igen. Ott azt mondja, hogy volt egy időszak, amikor két dobos is volt ráadásul. Igen, ez volt az a pillanat, amikor én ott voltam. Én másfél évet voltam a zenekarban, utána hívtak a Lokomotívba. De ez hogy alakult, hogy ott két dob volt? Ez mondjuk nem gyakori. Már csak azért sem, mert amikor Gázsi osztáson is össze kell rakni egy zenekart, igen. Akkor az ember azt mondja, hogy hát dobosban általában elég egy, abból ne hívjunk még egy. Hát nagyon-nagyon jó pufán. Már eleve jól nézett ki. Volt egy elég eklatáns példa arra, hogy hogyan lehet jól két dobot használni. Volt egy Doobie Brothers nevű zenekar Amerikában. Ott két dobos volt, és nagyon jó pofán rakták össze a dolgokat. Úgyhogy akkor ezt találták ki, és el is kezdtünk a Póta Andrissal dolgozni. Hát megjegyzem, akkor jöttünk rá, hogy nagyfágban vágtuk a fejszénket, mert nagyon nagy meló volt. Szóval megérte, meg nagyon jól megcsináltuk, de nagyon nagy meló. Hát mondjuk két dobossal dobszólót csinálni. Uh-huh. Ami nem azt jelenti, hogy ugye úgy próbáljuk meg, hogy mindenkinek van egy ilyen rövid része. Hanem egyszerre játszott. Hanem egyszerre játszott. Összehangolva. És akkor egyszerre egy dobszolót, hogy ez tényleg úgy szólaljon meg, hát egy jó 3 hónapos gyakorlás volt. És pedig a dobokat ugye hangoljuk, tehát hasonlóra hangoltátok is a dobokat, vagy pont az volt a lényeg, hogy nem? Nem, pont az a lényeg, hogy nem. És más-mást játszottunk, szóval más funkciókat játszottunk. Uh-huh. Látok, ezt nagyon össze kellett próbálni. Igen. Hát külön össze is jártatok? Különben olyan csatazaj van, hogy hihetetlen. Hogy szokták mondani, amikor kiborul a konyha szekrész. És ezt össze is próbáltad, külön összejöttetek? Minden nap próbáltunk. De az egész zenekar? Az egész zenekar próbált minden nap egy 3-4 órát, és utána mi még ott maradtunk az Andrással 3-4 órát, és doboltunk, meg dobszolót raktunk össze. Uh-huh. Meg gyakorolgattuk, nézegettük, hogy mit, hogyan lehet. Én úgy hallottam egy interjúban, amit veled készítettek, hogy amikor ugye Laux József kinmaradt az Egyesült Államokban a Lokomotív GT-ből, akkor te számítottál rá, hogy téged el fognak hívni a Loksiba? Én megmondom őszintén, igen, gondoltam rá. Jó, voltunk egy páran, akik számításba jöhettünk, szóval ezt azért tudni kell, mert ilyenkor már az ember, hogy mondjam, már tartottunk ott ismeretségben, és tartottunk ott tudásban, hogy mi voltunk azok, akik ha ők dobost akarnak, akkor mi voltunk azok, akik számításba jöhetünk. És ugye ennek volt egy ilyen apropója, hogy valamilyen útra mentetek olyan nyaralni, és te direkt ezért... A feleségemmel mentünk volna Egyiptomba, és én mondtam, hogy menjen csak nyugodtan egyedül. Egyrészt nekem tévéfelvételem volt a generál, amit mondjuk, hogyha nem megyek oda, akkor sincs olyan borzasztó nagy probléma. De én úgy éreztem, hogy valami fog történni. Mert hát ugye a Lokomotívnak is volt felvétele. És mondom, ez egy olyan pillanat, amit talán úgy nem kéne elhagyni, vagy nem kéne most elutaznom Egyiptomból, nem annyira fontos ez. És ugye akkor volt az, hogy tökben a te dobszerelésed pótolta a Lokomotív GT felvételein, képi felvételein a dobos funkciót. Mert ugye igen. Akkor már dobosunk akkor már nem volt, de hát valahogy jelezni kellett egy rockzenekar, ez egy doboz van, és akkor azt mondom, hogy te dobszerelésed az úgy. Igen. És akkor elmentem másnap, mikor az ő felvételük volt, elmentem megnézni őket, meg hogy a dobomat hazavigyem, és azzal a lendülettel a Somló elhívott a zenekarba. És ez hogyan zajlott, hogy összejöttetek kicsit dumálni, vagy hogy ment? Ott a folyosón azt mondta, hogy te ide figyelj, nem jössz el a zenekarban, nálatok úgyis két dobos van, mi a fenének? Uh-huh. És gondolkodtam, nem sokat meg kellett mondjam, és mondtam, hogy oké, de jó. És akkor a többiek is kijöttek a születbe, a Pici meg a James, és akkor a Somló azt mondta a Picinek, hogy itt az új dobosunk. És Pici nézett egy nagyot, uh-huh. Mert hát ugye ez a Tamásnak egy partizán akciója volt. Uh-huh. És akkor úgy összejártatok utána, hogy haverkodni, és próbálni, vagy hogyan sikerült beilleszkedni ebbe a dolgba? Mert az egy picit kényes pillanata volt a Loksinak. Mert ugye túl voltak egy amerikai idézőjelbe tett kudarcon, tehát úgy értem a kudarcot, hogy nem jött össze az amerikai dolog, ráadásul gyakorlatilag szinte a zenekarvezető szállt ki a bandából. Tehát egy eléggé érzékeny pillanata volt. Igen, az egy meleg dolog volt, és
igazából ott későn táncolt, hogy felosztanak-e vagy. Igen, igen, erre gondoltam. Igen. Tehát ott... Hát a Tamás gondolom, hogy ennek így akarta elejét venni az egésznek. Annyiban összejöttünk, igen, mert akkor volt az első Zórán lemeznek, akkor voltak a felvételei. És akkor mindjárt bementem a stúdióba, és följátszottam egy számot ezt a... Zórán, nem, Demjén. Elindul a vonat. Uh-huh. Című számot azt földoboltam, akkor pici bólogatott. És akkor itt végül is abba is hagytuk az egészet, hanem megbeszéltük, hogy másfél hónap múlva megyünk Lengyelországba turnéra, a Jameson úgy is közel, akik majd átjön és gyakorolunk. Uh-huh. És akkor meghallgattam lemezre a számokat, a James átjött, de lokomotív számokat nem gyakoroltunk, hanem ott örültünk, meg jammeltünk, meg uh-huh. mit tudom én, ilyen mahavistus jellegű iszaket, dolgokat ott vezettünk. Marháskodtunk, aztán kimentünk Lengyelországba, és akkor jött a meglepetés nekem, hogy a számokat ugye nem úgy játszak, ahogy a lemezen van. Uh-huh. Tehát magyarán össze-vissza csapkodtam, mint halaszacsorban. Tehát magyarán a bandával nem próbáltatok. Tehát úgy, mint Lokomotív Gétő, olyan próba nem volt. Nem volt. Az érdekes. Azt képest, hogy generál minden nap próbáltatok, képest, ez egy egészen más volt. Én meghallgattam a számokat, és biztos voltam a dologba, szóval nem volt semmi gond. Mondom, meglepő volt, hogy hát nem úgy játszották. Tehát mondjuk az eleje és a vége. Az eleje még úgy nagyjából stimmelt a számoknak, de a vége az egyiknek sem, mert hát uh-huh. minden másképp volt. Persze. Meg hosszabbak voltak a szólók, meg plusz rész, meg ilyesmi. És ráadásul ugye azért az LGT az egy picit úgy feszegette a stílus határokat, mert az főleg a te megérkezéseddel jött Igen. be egy pici jazzokos vonal ebbe a dologba. Hát pontosan azért, mert ugye egy zenekar azért mindig úgy rakódik össze, hogy az ember, minden ember hozza a zenei habitusát, és Én ezt a ugye a jazz vonalat hoztam, mert hogy én ezt szerettem. Tehát én jöttem, mutogattam zenéket, ezt hallgassátok meg, blablabla, nem tudom, micsoda. Hát nyilván így az emberek hatnak egymásra. És tényleg úgy volt, hogy amikor bekerültek, az ott az egyetlen, hogy mondjam, rossz érzésed, hogy a kicsi, a nagy az art és az indián című számot, igen, majd biztos milyen sokszor engem ezt nem nagyon szerettem. Nem szerettem azt a számot. Ehhez képest nagyon sokszor játszottam. Hát megjegyzem, most az utolsó koncerten, például én voltam az, aki proponálta, hogy játsszuk már el. Mert úgy meghallgattam, és mondtam, hogy hát ez egy marha jó kis szem. De nem akarták. Most meg ők nem akarták. Uh-huh. Éppen említetted nekem, amikor az előbb hallgattuk azt a Loksi felvételt, hogy te annyira készültél a koncert, hogy te szó szerint végighallgattad az összes. Az összes lemezt, igen, meghallgattam, nem egyszer. És mindig, szóval úgy csillagoztam magamnak a számokat, hogy mi az, amit szívesen játszanék. Ugye egy koncerten, hogy milyen azt játszani, uh-huh. szól, ilyesmi. Ugye a Karintinek van az a novellája, amikor nem tudom már mi ezzel, hogy miért valakinek az a büntetés, hogy fordítva végig kell csinálni az életét. És ja, az igen, visszapereg az igen, életet, és hogy betuszkolják egy sötétségbe. És akkor kérdezi a jó Isten, na, mi a tanulság egy visszafelé? Hát azt hiszem az a vége, hogy Kassák Lajos versei ugyanolyan értelmetlenek visszafelé, mint az neked, te mit szűrtél le így véghallgatva ezt a pályafutást? Hát először is meg kell, hogy mondjam, hogy ugye logikusan az ember nem hallgatja túlságosan gyakran saját magát, és az előzményeket pedig még annyit sem hallgattam, magukat a lemezeket. Tehát én amikor meghallgattam az előttem lévő Lokomotív lemezeket, hát elájultam, hogy játszottak, hogy milyen fantasztikus jó volt, és milyen tűz volt a stúdióban. És én nagyon proponáltam egy csomó számot abból az időszakból, tehát hogy nagyon szerettem volna játszani, olyanokat, amik nem voltak olyan hú, de nagy kiugrós slágerek, de olyan nagyon-nagyon nagy tűz volt a lemezen is. Példát esetleg tudsz rá mondani? Megfelelőszintén nem, mert én a címekkel mit persze, gondolom, én ugyanívej. Már az előbb említettem azt az LGT szám kapcsán, amit játszottunk arról a bizonyos Ellenfél nélkül című lemezről, hogy gyakorlatilag annak a lemeznek a nem igazán nagy sikere a közönség részéről, vagy egyáltalán igen. játszva se volt. Tehát én azt hiszem, hogy ott az egész történet több sebből vérzett. Igen, mert én igen, úgy igen, emlékszem, igaz. Hogy a rádiók sem nagyon támogatták meg, legyünk közt. Nem a közönség részéről volt az első. Úgy magunkhoz képest nem is fogyott valami húdásuk, már aztán valami 50-60 ezer példány fogyott belőle. Tehát jó, mi soha nem voltunk bődületes nagy lemezeladók, azért ezt mondani kell, tehát nem 300 ezer, meg ilyesmi, hanem olyan 80-100-120 ezreket adtunk el. Uh-huh. Ami hát persze manapság egész hihetetlennek tűnik, de hát uh-huh. akkor ez volt. Most népi Kína egyéni termés, vagy nem igen. tudom, ez így visszatekintve. Téged mennyire rendített az meg, hogy úgy akkor lehetett érezni, hogy esetleg, vagy akkor még nem láttátok, hogy ez egy ennyire hosszú szünet?
Az nem, nem láttuk nagyon megrendített, hogy sorrendbe menjek, de, de sajnos, ez egy teljesen logikus lépés volt, mert ezután a lemez után még úgy volt bennünk valami, legalábbis úgy éreztük, és úgy akartunk csinálni még egy lemez, mire a Wilpert Imre a lemezgyárból azt mondta, hogy, hogy adjunk egy demót, demokazettát, hogy ő meghallgassa. És ezen mi annyira meglepődtünk. Hát ez egy sértés, hát ez egy mérhetetlen. A Lokomotív GT-nek, tudom én, 15 lemez után azt mondani, igen, hogy adj egy demo felvételt, mint egy nyeretlen két éves megszólalás. Igen, és akkor majd én megítélem, hogy ez most jó vagy nem jó. Hát ez, na jó, és akkor ebben a pillanatban azt mondtuk, hogy oké, hát akkor viszont semmiféle lemezt nem csinálunk. Uh-huh. És akkor itt nagyjából abba is hagytuk a dolgot. Egyébként már megvolt a lemezanyag? Még egy következő lemezhez? Na, nem kellett nekünk ahhoz olyan nagyon nagy rákészülés, hát két hónap alatt minden további nélkül meg lehetett ezt csinálni, és akkor jó előre jeleztük, hogy mi van, és akkor ez volt a dolog. Hát persze foltok, meg darabok voltak már belőle, de hát, hogy mondjam, a határidő a legjobb múzsa ebben a szakmában, úgyhogy addig azért olyan nagyon-nagyon sokat nem csináltunk. És akkor ez effektív, így leültetetek, és azt mondtak, hogy na, gyerekek, akkor most egy kicsit hagyjuk abba, aztán lesz, ami lesz, vagy ezt tökben sose lett úgy átbeszélve, inkább úgy mindig arról volt szó, hogy majd egyszer csak lesz valami, és aztán úgy teltek az évek. Nem volt arról szó, hogy majd egyszer lesz valami, hanem arról volt szó, hogy ezt most hagyjuk úgy abba. Uh-huh. Mert ennek így nincs értelme, hogyha ilyen, hogy mondjam, ilyen szembeszéllel kell menni, akkor hagyjuk. Mondjuk te rögtön számtalan zenekarba kezdtél játszani. Én már előtte is, tehát én arra mindig nagyon figyeltem, hogy karbantartsam a fejemet, meg a zenei tudásomat, meg a zenei gondolkodásomat, és hogy ne csak egyfélét csináljak, hanem lehetőleg többfélét, pont azért, hogy az ember, hogyha nyitottabb, akkor sokkal több mindent. Tehát minden műfajból Vannak átjárások a műfajok között. Tehát, hogyha az ember megtalálja azt a pontot, ahol az egyikből át lehet csempészni dolgokat a másikba, abból mindig jópofa dolgok sülnek ki. És kikkel játszottál akkor így az LGT-vel párhuzamosan? Hát csináltunk egy zenekart, ami úgy elég jó zenekar volt, a Tinks nevű zenekara, a Latman Béla, a László Attila, Horváth Kornél, akkor Csanyi Zoli volt a zongorista, most újra itthon van, hazajött Amerikából, és a Lakatos Tóni szaxofonozott. Meg hát szerény személyen dobolt. És még akkor volt aztán ez a supergroup dolog is, amikor így összeálltott. Ja igen, volt a supergroup, amikor ilyen jazzisták, rockisták. Hát ez egy végtelen nagy szórakozás volt. Déssel volt az volt. Dés, másik Jancsi, a Szende Gabi, akkor a Toto volt a basszusgitáros, a Tátrai, a James, a Lerpisti és én. Ez egy nagyon izgalmas dolog volt, abban lett egy lemez, ez egy nagyon klassz dolog. És amikor így a Loksi abban maradt, akkor ezek szerint zeneileg nem volt egy olyan vészesen nagy törés, mert párhuzamosan azért te játszottál emberekkel. És mi volt a következő komoly zenekar, ami gyakorlatilag felváltotta mondjuk a Lokomotív GT szerepét? A Hobo Blues Band, rá 3 évre vagy 2 évre a Hobo Blues Bandbe hívott az Egon, felhívott telefonon, hát mi nagyon régi ismeretségben vagyunk, azt is mondtad, nem, mert zenei általánosban együtt jártunk, és énekkarban együtt voltunk 5. altok, vagy 4. altok. Tehát még az énekkarban is együtt ültünk. Aha. És hát most az ő suliában, amit ő vezet és alapított, abban tanítasz. Igen. Tehát ez egy hosszú munkakapcsolat. És ő hívott föl, és mondta, hogy átalakítaná a Hobolbuszbendet, és mondott egy népsort. A Tóth János Rudolf, aki nekem már gyerekkori kedvencem volt, annak idején sokat hallgattam. Hát a Hobo Laci természetesen, a Földes Laci. Tátrai gitározott, ugye? És a Tátrai. Meg én. Mondom, ez nekem nagyon szimpatikus. Uh-huh. Úgyhogy mentem. A műfajában ugye egy picit más vizekre vesztél, mert az egy ilyen rhythm and blues alapú dolog volt. Ugye? Igen. Hát nekem, megmondom őszintén, hogy nagyon nagy arcom volt, amikor abban az időben, én úgy gondolom, de villámgyorsan le is lett törve ez a gondolkodásom, mert én azt hittem, én blues-t ugyan nem nagyon játszottam előtte, de mondom, hát ez is nem olyan nagy, dolog, hajrá. És az első próbánál azt hallottam, hogy nem jól játszom. És akkor úgy kerestem a kapaszkodót, hogy a fenébe kéne blues-t játszani, de hát szerencsére, szóval ilyenkor segít az, hogyha az ember többféle dolgot tud, vagy nem tudom, micsoda. És úgy rögtön a jazz blues jutott az eszembe, illetve magyarán a jazz meg a swing.
Igen, a hogy shuffle, ez, ami ez nagy, ez az, az ehhez lassú, köthet. Ez swing csak lassú. Igen. És akkor elkezdtem arról az oldaláról megfogni a dolgot, de ezt még mondom, ha ez pikpak történt, az 2 perc leforgása alatt átgondoltam a dolgot, és abban a pillanatban úgy gatyába rázódott, meg rendbe jött. Ahogy már említettem, hihetetlen mennyiségű műfajban mozogsz, ezek szerint itt a Hobo Blues Band-el ugye bejött ez a ritmen bluesos dolog. Egyszer említetted nekem, hogy erről a stílusok keverését teszem, hogy például amikor a Sineken című számot följátszottátok, hogy annak is olyan ilyen félreggi rock ritmus, amit oda becsempésztél. Igen, ez már nem is tudom pontosan megmondani szinten, hogy úgy hogyan jött be, de úgy adta magát a dolog, hogy ne egy ilyen szokványos rock and roll legyen, mert hát abból van sok száz. És ha csak egy az ember egy picit másképp játsza, mindjárt hogy azonosíthatatlanabb lesz a dolog, nem lesz az a szokványos. Én mindig gondolkodtam, mindig törtem a fejem azon, amikor jött valami, hogy mit tudom, hoztak egy számot, hogy akkor amit csinálok, az nem az legyen pontosan, amire rögtön adja magam. Ne a papírforma legyen. Ne a papírforma legyen, hanem rögtön valami ízet, valami kis csavar, de csak olyan picikét nem kell ott nagyon csavarni, mert hogy mondjam, a számot nem kell megerőszakolni, a zene az hozza magát. De azért valami kis trúváj legyen benne. Ugye említetted, hogy Tony Williams volt az első nagy élmény, amikor az elején voltál a dobolásnak. Később éven kik voltak azok, akik hatással voltak rád, akiket nagyon szerettél? Hát természetesen a Billy Cobham, mint mindenkinek, természetesen a Steve Gadd, mint mindenkinek, természetesen a Peter Erskine, mint sokaknak, nem tudom, hogy mindenkinek, de ha nem mindenkinek, az elég nagy baj. És hát most már ugye, hát a Dave Vekül természetesen szó se róla. Van ez a nagy páros, ugye a Dave Vekül, Vinnie Colaiuta. Én megmondom őszintén, hogy először nekem a Dave Vekül egy kicsit olyan matematikusnak tűnt, és én a Vinnie Colaiutát részesítettem előnyben. Most fordult a helyzet, most a mostani kedvenc dobosom az a Dave Vekül. Ugye, és hát fordult egy pici kocka, mert hát most már te tanítod az ifjú generációt. Igen. Póka Egon iskolájában. Igen, eljön az a pillanat, amikor az embernek van annyi türelme, és érez magában annyi rálátást a zenére, meg erőt magában ahhoz, hogy tanuljon, és akkor viszont már kötelező is. Szóval hogy az ember a tudását átadja. Meg ugyan a szakmában van egy csomó olyan dolog, ami nem közvetlenül a zenével függ össze, de magával a zenész léttel. Amit jobb, hogyha az embernek elmondanak, mint hogyha magától hosszú éveken keresztül tanulja. Az, hogy mit szabad és mit nem szabad például. Hát igen, egy jó tanár az éveket spórol. Igen. Tulajdonképpen. Igen. Ez egy óriási dolog, amikor egy-egy olyan kis momentumon, amin az ember tényleg évek alatt jönne rá egy mondat, és a következő pillanatban megvan, ez egy óriási igen. dolog. Hát például az először is meg kell tanítani egy ifjú zenésznek mindenképpen, hogy olyan, hogy betegek vagyunk, és ezért elmarad a koncert, ilyen nincsen. Hát van persze, de hát ahhoz már nagyon-nagyon betegnek kell lenni. Szóval, hogy mondjam, amíg az ember járóképes, addig elmegy és játszik, mert egyrészt már ez a dolga, másrészt meg a közönség az nem kíváncsi arra, hogy te beteg vagy, de vagy ha a közönség egy jó koncertért jön. Hát igen, ez az mindenféleképpen azt mondom, hogy tényleg innen morális oldalról indul a profi zenészé válás, annak csak egyik fele a hangszeren való igen, ténykedés. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm Solti Jánosnak, hogy elfogadtad a meghívást, és a pályádról beszélhettünk.